A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Miskolcvárosi Szervezete és a Kereszténydemokrata Néppárt Miskolcvárosi Szervezete nevében Kovácsné Budai Mária, Hubai György, Novák Józsefné, Barta Gábor, Molnár Péter, Glac Katalin és dr. Nehéz Károly önkormányzati képviselők. Magyar Szocialista Párt Miskolci Alapszervezete nevében dr. Varga László országgyűlési képviselő és Koseszki István. Miskolci Alapszervezete nevében Badány Lajos önkormányzati képviselő, valamint Miklós Árpád Ferenc. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Miskolc Városi Szervezete nevében Várajai Zoltán elnök, országos alelnök, Szőke Ariadné titkár, valamint Solymosi András alelnök. Miskolci Fidelitás képviseletében Hojnyák Dávid elnök, Kovács Ágoston regionális igazgató, Balla Éva, Fésűs Csenge, Gál András, Nagy Tamás és Rusznyák Ágoston Fidelitás tagok. Az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége nevében Vitéz Szabó István, Vitéz Vince Zoltán, Vitéz dr. Szombati Zsigmond, Vitéz Biszterszky András, Vitéz Diószegi Zoltán, valamint Vitéz dr. Gonda Géza.